Újra harmadfokú hőségriadót rendelt el az országos tiszti főorvos július 26-ától hazánk szinte egész területén. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint az intézkedés július 30-án éjfélig áll fenn. Franz Robert, szekszárdi házi orvos kiemelte, hogy a rekkenő hőség bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, ezért ilyenkor fokozottan figyeljen oda mindenki magára. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a folyadék és vízházhatást a szerzett részére biztosítsuk, egyensúlyban legyen, azaz sokat kell inni. Itt elsősorban ugye vízre gondolok, és az alkohol, illetve a tömény italoknak a kerülésére, mert azok nem teljesen alkalmasak ennek a biztosítására. Ezen kívül a zsíros, nehéz ételek kerülését is javasolja a szakértő, valamint arra is felhívja a figyelmet, hogy a klímát maximum 10 fokkal hűvösebbre érdemes állítani a kinti hőmérsékletnél, mert a hirtelen hőfokkülönbség is okozhat problémát. A szabadtéren ilyen időben előfordulhat például szédülés vagy ájulás is, hiszen a nagy meleg hatására értágulat jön létre a szervezetben, ami a vérnyomás csökkenésével járhat. A szív- és érrendszeri betegséggel küzdők még nagyobb veszélyben vannak, ugyanis ha felborul a víz és elektrolit háztartásuk, az komoly károkat okozhat. Szívritmuszavarok lehetnek, a szívgyengeségnek a fokozódása, vagy esetleg, hogyha nem fogyasztanak elég folyadékot, akkor lecsökken a keringő vérvolumen, és adott esetben az agyműködés károsodhat ilyenkor, tehát akár stroke is kialakulhat. Kerülni kell a direkt napsütést is, hiszen könnyen hőgutát kaphat az ember, ami pedig már egy sürgősségi ellátást igénylő állapot. A következő napokban tehát arra kell számítani, hogy a délutáni csúcshőmérséklet sok felé eléri, és többnyire meg is haladja a 35 fokot, és az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést.